Na sziasztok! Végre valahára már sokkal jobban vagyok ma, úgyhogy meg tudom nektek mutatni a lakást, úgyhogy így visszahátrálok a bejárati ajtóhoz, csak ott kicsit jobbak voltak a fények, ezért gondoltam, ott kezdem a videót. Minden esetre majd kommentben írjátok meg, hogy ti mit hogyan rendeznétek be, mert nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Mindig jó ilyen külső szempontokat megnézni, mert simán lehet, hogy írtok valami olyat, ami nekem eszembe sem jutott volna. Szóval most megfordul a kamera. Tehát ez rögtön a bejárat, és azt itt ugye már tegnap elmondtam nektek, hogy ide szeretném majd valószínűleg a cipőszekrényt, és hát szerintem a fogas az ajtó mögé fog kerülni, mert nincs nagyon hely máshova. Hello, mini rénszarvasom. És hát rögtön a nem túl izgi dolgokkal kezdem. Van egy ilyen kis beépített szekrényem, ahová az ilyen csúnya dolgok bekerülnek. Ami egyrészt jó, hogy ezeket nem kell látni, másrészt meg itt amúgy lehetne tök jó kis bejárati szekrény. Itt van a budoár, azt nem mutatom meg, azt el tudjátok képzelni. És ha bejövök ezen az ajtón, ez lesz a hálószobám. Ez a szoba nem túl nagy, gyakorlatilag már be volt rakva a matracom, és hát igazából itt mindent az ágy az el fog foglalni. Még remélem, hogy lesz ide egy hely, egy ilyen kis fiókos komódnak, mert hát valaminek még ide be kéne férnie. Itt van egy ilyen kis lyuk, amiben pont bepasszolt egy ilyen IKEA-s gardrób szekrény, amit Attila rakott nekem össze. Hát nem is gondolnátok, milyen kis ezermester, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm neki. A ruháim nagy része befért ide, de azért, ahogy láthatjátok, ezeknek még valahova be kéne kerülnie, úgyhogy hát remélem, hogy itt lesz még egy hely, illetve hát nem tudom, hogy oda esetleg, ha fog még férni valami, akkor még remélhetőleg oda is fogok tudni tenni. És hát ez ilyen visszatérő dolog ebben a lakásban, hogy vannak a falban ilyen lyukak. Aminek én még egyelőre nem vagyok annyira nagyon a híve, mert hát ez ilyen porfogó lyuknak hívom. Minden esetre, ugye itt is van egy helye tévének, de nem vagyok annyira a tévé pártolója a hálószobába, úgyhogy szerintem valami képet fogok ide tenni úgy, hogy ezt a konnektorsort eltüntesse. Úgyhogy ez a háló. Mivel ugye otthonról dolgozom, nekem fontos szempont volt, hogy legyen egy dolgozó is. Ez ugye nagyjából be van rendezve, mert a korábbi dolgozomból áthoztam ide a kis dolgaimat. Van ott egy ilyen kis erkélyem, ami még kiér a hálószoba elé is, ami tök jó. Itt minden, ami nem kell. Átválogattam a ruháimat, meg mindenféle dolgot, úgyhogy, hát nem tudom, blokkszél, nyereményjáték, adományok, itt minden lesz ebből, ezt majd még külön majd el kell intéznem, de ennek örülök, hogy ez így nagyjából már tök jó így helyre került. Nem biztos, hogy itt fogom a videókat is felvenni, mert annyira ez még nem ilyen videós hátteres, lehet, hogy az a nappali lesz. Na, fordulunk vissza, és hát akkor itt jön itt a lakásnak a nagy része. Ahogy láthatjátok, így egybe van nyitva, és a konyha egyben van a nappalival, ami most még ugye a hálószobám is. Jaj, de nekem egyébként nagyon tetszik ez a kis letisztult vonal a konyhában. Ami problémás, hogy hát én nem vagyok túl magas, és ha kinyitom ezeket a szekrényeket, akkor idáig érek el kényelmesen, és ezek a felső szekrények épp, hogy ki tudom nyitni, de nem tudok berakni semmit. Úgyhogy egyrészt kell vennem biztosan egy fellépőt az IKEA-ból, viszont akkor nem tudom, hogy hova rakjam a fellépőt, amikor nem használom, mert nem szeretek valahogy semmit elől hagyni. Illetve, ma már voltam egyébként az IKEA-ba, és vettem pár hasznos dolgot, majd azokat is meg fogom mutatni, ugyanis itt például rend van, mégis úgy néz ki, mintha káosz lenne, és tök jó lenne, ha itt lenne egy plusz szint, de ahhoz, hogy egy plusz polcot belerakjak, nem elég magas, viszont lehet venni ilyen kis belső polc emelőket, vagy nem is tudom, minek hívjam, úgyhogy majd azzal lesz ez itt megoldva. Illetve, úristen, nem tudom, miért fulladtam ki ennyire. Szóval, hogy itt van például a mikróm is, ami nem így lesz beforgatva, mert ugye nyilván nem jó, de ennek is jó lenne, ha fel tudnám valahová kb. Ilyen magasságra emelni, hogy itt legyen, és mondjuk alá, amíg beférne mondjuk a kávéfőzőm, vagy legalábbis ez a felület felszabadulna, hogy minél több helyem legyen. Ugye korábban a korábbi lakásban volt egy külön kamrám is, ami nagyon-nagyon jól jött, mert ugye minden ilyen kaját, meg ilyesmit oda tudtam tenni, és hát az most itt nem lesz. Úgyhogy minden helyet ki kell használni, és ezek a felső sorok egyelőre teljesen kihasználatlanok, mert oda nem tudtam tenni semmit. Úgyhogy ez a rész itt így néz ki. Itt van egy ilyen kis üres hely, ahol egyrészt vannak a mai szerzeményeim, de majd ide szeretném egyébként az étkezőasztalt a székekkel is, meg szerintem ez így is van kitalálva, mert van fölötte egy, hát egyelőre még csak egy égő, de egy külön lámpa. És aztán itt van ez a nagy nappali rész,
aminél hát itt ugye adja magát, hogy oda kerüljön a tévé, és hát az első dolog, ahogy már említettem, a könyvek színszerint tékirakása volt, és oda is szeretnék majd még egy kis szekrényt, egyelőre itt a virágaim pihennek, és képzeljétek el, tegnap milyen balesetek történtek. A konyhában voltam, amikor egyszer csak kitört a lába ennek a kis asztalnak, ami egyébként az egyik kedvencem, mert olyan jó pofa, ledőlt ez a virág, és eldöntötte ezt is, ami egy másik kis asztalon volt, úgyhogy szegénykéimre, hát nagyon Ryanra rúd, most simogatom őket egyébként. És úgyhogy most ez éppen elsősegély alatt van. Vissza lett ragasztva a lába, de még egyelőre nem merem használni, mert félek. És itt is van egy kis erkélyem. Ezen a felső részen pedig egy ilyen mintás tapéta van, amit még nem tudok eldönteni teljesen, hogy mi a véleményem róla, mert összességében így nem rossz, viszont ha már valamilyen képet szeretnék a falra tenni, és ez itt szerintem egyértelműen olyan rész, ami mindenféleképpen valamilyen képért kiállt, akkor már szerintem ütközni fognak a minták, úgyhogy még gondolkozom rajta, hogy lehet, hogy ezt az egész tapétát lecserélném valamilyen sokkal visszafogottabbra, ami lehetséges, hogy ilyen teljesen egyszínű, esetleg csak ilyen anyagában valamilyen mintázata van, tehát nem ilyen foltos, vagy értitek, hogy mire gondolok, mert ide mindenképpen képeket tennék, és hát most itt van az ágyam, itt alszom egyelőre, és aztán, ha itt tovább megyünk, akkor pedig itt van a fürdőszoba, van egy ilyen kis kádam, amit már tegnap le is teszteltem. Hello, ott vagyok én is. És hát ide kerül be a mosógép, meg ilyesmi. Korábban szintén volt egy ilyen külön háztartási helységem, aminél annyira jó volt, hogy az ilyen porszívó, meg az ilyen dolgokat, amik nem annyira szépek, el lehetett tüntetni. És hát ugye kérdeztem is tőletek valamelyik nap Instasztoriba, hogy mi a véleményetek a mosógép és szárítógépről egyben, és hát összességében lebeszéltetek róla, és sokan írtátok, hogy miért nem rakom egymás tetejére, viszont itt meg pont a boiler van fölötte, úgyhogy ide nem fért volna. Ugye most egyelőre csak mosógépem lesz, ami még nincsen bekötve, mert ahhoz sajnos nem értek. Úgyhogy ez lenne a kis lakásom most. Szóval itt lakom most. Szerintem egyébként egy nagyon-nagyon szuper lakás, nekem nagyon tetszik. Tényleg, amikor először jöttem megnézni, rögtön bele szerettem. Főleg ez a nappali konyha egyben szerintem baromi jól néz ki, és örülök végre, hogy van erkélyem is. Korábban az nem volt, és néha meg annyira jól esne csak így picit kiülni, kávézni, meg ilyesmi. Sokan kérdeztétek, hogy mi volt a költözésnek az apropója, mire ugye eddig nem tértem ki. A költözésnek az apropója egy szakítás volt, és ennél többet nem is szeretnék erről a témáról mondani, ezt remélem, hogy tiszteletben tartjátok. Úgyhogy ma most megmutatom viszont, hogy miket vettem, ami remélem jobban érdekel titeket. Hát képzeljétek, elsőként is ugye mindenképp a tévéállványt akartam oda megvenni, mert holnap érkezik a tévém, viszont az a rész, hát úgy mértem le, hogy körülbelül egy 175 centis tévéállvány fér be, viszont az IKEA-ban úgy vannak a méretek, hogy 120-as vagy 180-as. És hát ugye a 180-asat nem mertem megvenni, de amikor hazajöttem, akkor most lemértem megint, és hát pont 180 centi hely van, szóval ilyen iszonyat kopra lehetséges, hogy befér, úgyhogy arra gondoltam, hogy valószínűleg mégiscsak megveszek ott egy 180-ast, és ha nem lesz jó, akkor visszaviszem, és hát hú, hát nagyon remélem, mert tényleg pont oda bepasszolna, ami azért jól néz neki, ha lenne egy szabad centi hely, de az most nem lesz, úgyhogy azt nem sikerült megvenni, cipőszekrény szintén nem találtam olyat, ami tetszett. Függönyből nem volt elég hosszú, ami jó lenne erre az erkély ajtóra is, úgyhogy most az még egyelőre kimaradt, valószínűleg azt egy ilyen méteráróba fogom megnézni. Azt eredetileg a Youth-ben néztem, mert ott van egy, ami nagyon tetszik. Szerintem a betegség miatt a tüdőkapacitásom még nem a régi, ezért nem kapok levegőt. Szóval az valószínűleg méteráru lesz, viszont vettem függönykarnésokat, igazából csak a teljesen basic vettem meg az IKEA-ban, mert úgysem fog látszódni, mert ott egy ilyen kis lyukban eltűnik. Aztán nem lesznek túl izgalmas dolgok, vettem a fiókban, milyen kis fiókrendszerezőt, ez mindig nagyon hasznos, hogy ne legyen teljes káosz. Ami viszont szuper jó, amit már az előbb említettem nektek, hogy a konyhaszekrényben ilyen kis szintemelők, ennek két ilyen kis kihajtható lábai vannak, és majd így el tudom választani, meg megemelni a dolgokat. Ez kettő méretben van, igazából nem tudtam, hogy nekem melyik lesz a hasznosabb, úgyhogy vettem mindkettőbe, van ilyen szélesebb, meg egy ilyen keskenyebb verzió is. Ezt egyébként nagyon ajánlom nektek is, ha kisebb lakásotok van, és így minden helyet ki kell benne használni. Ez szerintem nagyon-nagyon hasznos tud lenni, legalábbis remélem nekem is az lesz, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy találtam. Aztán van itt mindenféle függönykarnés alapanyag, a legfontosabb dolog, IKEA-s fánk. Vettem egy ilyen átlátszó dobozt, én ilyenekben szoktam tartani az ilyen takarítószereket, pont jó bele lehet sorakoztatni őket, és a
csap alá pont elfér még egy ilyen, úgyhogy már megvannak a belevaló dolgok, csak hogy nagyobb rend legyen a szekrényben, ezt azért vettem. Vettem törölközőket, ahogy láthattátok barna a fürdőszobám, úgyhogy ilyen bézs színűeket vettem. Vettem lepedőt az ágyra, képzeljétek el, múlt héten vettem ezt a matracot, és ma bementem az IKEA-ba, és 20 000 forinttal le van akciózva. Na minden, itt nem foglalkozunk ezzel, remélhetőleg legközelebb valami olyan lesz le akciózva, amit én szeretnék. Aztán rendkívül hasznos és csöppet sem túl sok információ, egy csodás WC-kefe, de egyébként nézzétek meg, annyira jó a kis doboza. Ezt a Jyskben vettem, és még egy dolog. Vettem a Jyskben egy szőnyeget is, hát valahogy itt megpróbálom nektek megmutatni. Igazából ezt már kinéztem magamnak, gyakorlatilag azért, mert az előző lakásban is ugyanilyen szőnyegem volt, csak a kisebb méretben, és azt annyira szerettem, hogy ide is mindenképpen ilyet akartam a nappaliba a kanapéhoz. Szóval ez a szőnyeg, ez így néz ki, ilyen rombusz mintás, vagy hogy hívják ezt, és picit ilyen hosszabb szőrű. Ezt nagyon szerettem, annak ellenére, hogy világos, szerintem nem annyira kényes, legalábbis amúgy se nappaliban nem mászkálsz utcai cipővel, remélhetőleg nem fogod leedni, úgyhogy nekem ez tökre tetszett, úgyhogy ez örülök, és ez pont egyébként most akciós volt, úgyhogy örülök, hogy legalább ebben szerencsém volt. Úgyhogy következő lépések, levegőt venni egyrészt, másrészt kanapét kellene nagyon vennem, az IKEA-s kanapék nekem egyáltalán nem tetszenek, a Jyskben kicsik vannak, úgyhogy arra gondoltam még, hogy valamelyik nap a héten elmegyek a Mumaxba, mert még ott meg szeretném nézni, és tévéállvány, az lehetséges, hogy házhozszállítással megrendelem az IKEA-ból, attól függ, hogy mennyibe kerül a házhozszállítás. A kis Luigi-ba sajnos nem férnek be a bútorok, úgyhogy ebből a szempontból nem olyan szerencsés, de meglepően jó szolgálatot tett egyébként a költözés során is. Úgyhogy ez a mostani helyzet. Holnap jön ki egy ilyen DIY karácsonyi dekoros videóm, amíg azt fogom befejezni, és ezt remélem tetszeni fog. Ezt így a home mess-től függetlenül csinálom majd. Egyébként még ezt nem tudtam eldönteni, hogy amikor jönnek ki ilyen hagyományos videóim, tehát ami a nem a home mess sorozat része, akkor is legyen még a home mess-ből egy rész, tehát akkor aznap két videó legyen, vagy inkább akkor a home mess-ből csináljak egy ilyen két naposat egy. Szóval ez a mostani terv. Nagyon örülök, hogy szeretitek ezt a sorozatot, legalábbis így az első két nap kapcsán nagyon jó visszajelzéseket kaptam tőletek, és ez nekem meg így még nagyobb motiváció, hogy csináljam, meg hogy még gyorsabban haladjak. Egyébként meg nagyon-nagyon szeretném, hogy karácsonyra minden összeálljon, mert szeretnék szép karácsonyi dekorációkat már ebbe a lakásba, és ez ugye furcsa lenne, hogy még nincsen kanapém, de karácsonyfám már van. Úgyhogy ezért sietettem annyira a dolgot, de sietettem, de nem elsietem, mert azért kanapét vásárolni is nem egy olyan dolog, amit utána, ha mégsem tetszik, akkor majd lecserélsz egy hónap múlva. Szóval igyekszem jó döntéseket hozni, de egyelőre, bár bútorokat még nem vettem, úgyhogy nincsenek olyan nagy döntések, de szerintem jó döntéseket hoztam. Úgyhogy látlak titeket holnap is!